Sziasztok, én Juli vagyok, és a Közéletiskolájánál dolgozom. Most beszeretném mutatni nektek a szerveződj játékot, ami a saját fejlesztésű társas játékunk. Úgy szoktuk mondani, hogy ez egy játék aktivizmusról, érdekvédelemről és társadalmi igazságosságról. Hogyha bővebben érdekel titeket, hogy hogyan kell játszani, mik a szabályai, akkor van egy hosszabb szabálymagyarázó videónk és játékbemutató videónk, amiket meg tudtok nézni. És most pedig azt fogjuk megnézni, hogy mit rejt a doboz. A játékot kétféleképpen tudjátok beszerezni. Egyrészt le lehet tölteni a Közéletiskolája honlapjáról, ahonnan kicsi magatoknak tudjátok kinyomtatni, vagy pedig meg lehet vásárolnia, és ezzel az összeggel is a mi munkánkat támogatjátok, ami azért éri meg, mert akkor ilyen szép dobozban, kinyomtatott, igényes kellékekkel kapjátok, amit mindjárt meg is fogunk nézni. Ebben a saját készítésű dobozban érkezik a játék, amit egyébként mind Magyarországon nyomtatunk, meg készítünk el. Itt az elején látható, nyilván ez a sokakat egyébként parlamentre emlékeztet, de ez egy embertömeg, mivel hogy az érdekvédelem áll a középpontjában, és itt hátul pedig látjátok a fő információkat a játékról, illetve ami nagyon ki van emelve, hogy az érdekvédelem és az aktivizmus szerintünk olyan dolog, amit tényleg mindenki tud csinálni, tehát erre nem születni kell, hanem egy kicsit beletanulni, és hogy remélhetőleg ez a játék segítséget nyújt ebben. A dobozról még azt érdemes tudni, hogy nekem nagyon tetszik, hogy ilyen pici és praktikus, tehát nem tipikusan egy ilyen óriás társadoboz, amit nagyon nehéz hova tenni, hanem tényleg az ember bedobja a táskájába és bárhova tudja vinni. Illetve az összes rajta készült rajz, meg majd a kártyákon látható rajz is mind egyébként kézzel készült, zsírkrétával, filctollal, és azokat vittük át így a doboz anyagára. Akkor nyissuk is ki, megnézzük, mit találunk a dobozban. Elég jól tele van tömve, ezért is tud ilyen kis kompakt lenni a játék. Egyrészt van benne két dobókocka, ami nyilván az letölthető verzióban nincs, úgyhogy ez is egy segítség, hogy a játékot rögtön el tudjátok kezdeni játszani. Itt rögtön megláthatjuk, hogy itt vannak a hatalomkártyák benne, amik egyébként ilyen jó vastag anyagra vannak nyomtatva, lekerikítve, tehát hogy ezek teljesen profi kártyák. És ezeken is lehet látni, hogy a rajzok, amik rajta vannak, azok mind kézzel készült dolgok, és azért is szerettük volna ezt a hatást kelteni, mert az aktivizmusban is egy csomószor molinókat csinálunk, kézzel készített plakátokat csinálunk, és hogy megmaradjon ne egy ilyen steril, modernebb kinézete legyen, hanem tényleg olyan szerethető kézzel készült. A 40 színes hatalomkártya után most nézzük meg az ügykártyákat. Ezek az ügykártyák picit nagyobbak, mint a másik, és ezeken vannak mindig azok a konkrét ügyek, problémák, amivel a játékban foglalkozunk. Ezeknek is mind egyedi illusztrációja van, szerintem amúgy nagyon szép hangulatos képekkel, és 12 ilyen különböző ügy van, hogy a játék az változatos legyen, és mindig másról tudjatok, másért tudjatok küzdeni, másról lehessen szó. Most pedig nézzük a játékos meg játékvezetői eredménytáblákat. A csomagban találtok 5 darab ilyen játékos eredménytáblát, amit majd tollal kell kitöltögetni, illetve egy darab játékvezetői eredménytáblát. Ezek egy játékra elegek, viszont a honlapunkról le lehet tölteni ezeket, nyomtatható A4-es formátumban, és ezeket bárki ki tudja otthon is nyomtatni, úgyhogy nyugodtan lehet ezeket többszörösíteni, és bárhány játékot játszani a csomaggal. És akkor egy kis segítség a játékvezetőknek, mert minden játékban van egy külön játékvezető. Az egyik a szabály, ezt át lehet böngészni, meg online is elérhető, és azon felül, hogy a konkrét játékszabályok vannak, egy tippeket adunk, hogy lehet fölvezetni a játékot, hogyan lehet jól facilitálni, és a végén hogyan reflektáljunk az itt megszerzett tapasztalatokra. És van még egy segédkártya a játékvezetőknek, mert azért a játékmenet hosszú és egy picit tud bonyolult lenni, ezért itt fel van szépen sorolva, hogy hogyan néz ki egy kör, mit miután kell csinálni, és hogyan kell pontozni, úgyhogy ez szintén csak a dobozban érhető el, úgyhogy ezt nagyon ajánlom az új játékvezetőknek. Hogy mindez beférjen egy kis dobozba, most megmutatom, hogy hogyan tudjátok praktikusan összepakolni a játék elemeit. Úgy szoktuk csinálni, hogy a nagyobb dolgokat egymásra rakni, erre mennek a nagyobb ügykártyák, és erre kettő pakliban a hatalomkártyái, így, és ezt már bele tudjuk csúsztatni a nagy dobozba. És most nem tudom, rögtön sikerülni fog-e. És a tetejére pedig a dobókockák. Jó, és akkor becsukjuk. Remélem, hogy nektek is tetszett a játék, és hogyha érdekel titeket, meg akarjátok venni, le akarjátok tölteni, akkor menjetek föl a Közéletiskolája honlapjára további információért.